A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben kihirdeti az év kétéltűjét vagy hüllőjét. Tavaly egy békára esett a választás, ezért az idén egy hüllő következik. És mivel legutóbb e csoportból kígyót szavaztak meg, 2018-ban a gyíkok közül került ki a befutó. Sokak által nagyon kevéssé ismert faj az eleven szülő gyík, ezért azt gondoltuk, hogy most itt az ideje, hogy erről a fajról beszéljünk. Ráadásul ugye a klímaváltozás talán ezt a fajt érinti leginkább Magyarországon, és mivel a klímaváltozás az egy folyamatos, sőt most egy erősödő téma a közbeszédben, ezzel nagyon jól össze tudtuk ezt kötni. Az állattermészetvédelmi eszmei értéke 100 000 forint. Ahhoz, hogy megtudjuk, az apró félénk gyíkocska miért van különösen kitéve a klímaváltozás hatásának, meg kell ismernünk az életmódját és élőhelyét. Például Európában elsősorban Közép-Európától északra található meg, tőlünk délre már csak magas hegységekben. Nálunk is szigetszerűen fordul csak elő Kárpát-medencén belül, viszont hogyha észak fele megyünk, például Skandináviában meglehetősen gyakori és közönséges, vagy Angliában úgy szintén egy közönséges gyíkfaj. Egykor a Kárpát-medencében is gyakori lehetett, mára azonban csak pár elszigetelt populációja maradt meg. Ez a gyík a hűvös klímájú területekhez kötődik. Szerencsére az Alföldön találhatóak mélyebb fekvésű, viszonylag hűvösebb lápok és mocsaras területek. Pont azért, mert mélyen fekszenek, a hűvös levegő ott gyűlik össze, ezért ez a hűvös klíma megmarad. Ez az oka annak, hogy például ahol most vagyunk Ócsán, amelyik egyébként egy alföldi száraz meleg területnek a közepén található, itt egy jóval hűvösebb klíma fordul elő, egy nedves, mocsaras, lápos terület, és itt meg tudott maradni, mint egy jégkorszaki maradványfaj vagy reliktumfaj az eleven szülő gyík. A hazánkban előforduló két lábatlan gyíkon kívül ez az egyetlen gyíkfaj, amelyik nem tojást rak, hanem elevenen hozza világra utódait. Ez az ilyen hűvös, alacsonyabb átlaghőmérsékletű árnyékos területeken hatalmas előnyt jelent. Hogyha egy gyík ilyenkor lerakja valahova a tojásait, hogy a napra bízza, ez meglehetősen bizonytalan. Sokkal jobban jár, hogyha magában tartja a tojásokat, és az eleven szülő gyík esetén ez történik, magában tartja a tojásokat, és ő maga keresi meg mindig azokat a legoptimálisabb mikroklimájú pici helyeket, teljesen mindegy, hogy ez egy napos foltocska az erdőszélen, vagy egy fűcsomó, ami jól felmelegszik, ő mindig oda tudja vinni a tojásokat. Ez a gyík tényleg mindent megtesz az alkalmazkodásért, de van, amivel a többi fajhoz hasonlóan már alig tud megbirkózni. Ahogy a klíma változik, ahogyan egyre melegebb van, egyre kevesebb a csapadék, itt például Ócsán kifejezetten megfigyelhető a területnek a szárazodása. Ez a szárazodás az eleven szülő gyíknek egyértelműen nem kedvez. A klímaváltozás pont ezeken az elszigetelt helyeken érinti legrosszabbul a fajokat, mert hogy nem tudnak elterjedési területet váltani, mert hogy közte vagy áthatolhatatlan mezőgazdasági területek, vagy városok, települések, jártelepeken vannak. Magyarországon az élőhelyek eltűnése a legtöbb hüllőt és kétéltűt komolyan veszélyezteti. Ennek oka lehet a nem megfelelő gazdálkodás, a lecsapolás és a klímaváltozás, valamint az élőhelyeket átszelő vagy akár meg is szüntető autóutak, vasutak, ahol ezeket az állatokat tömegesen gázolják el. A 2000-es évek elején készültek mérőadó elemzések számos magyarországi útszakasz esetén, amely kifejezetten ilyen érintett kétéltűek hüllőgázolásában, és már akkor milliárdos kártétel volt természetelmi értékben kifejezve a különböző állományoknak a mortalitásában. A veszély nem csak abban rejlik, hogy a telelő és szaporodó helyeket választja el egymástól az autóút. Tavasszal a felmelegedő forgalmas aszfaltút mágnesként vonzza a sütkérezni vágyó állatokat, élőhelyüket pedig szó szerint feldarabolja. Minél több vonalas létesítménnyel keresztezünk egy élőhelyet, annál érzékenyebb lesz a különböző környezeti hatásokra és a különböző emberi hatásokra. Ennek következtében nagyobb valószínűséggel fognak kihalni az egyes populációk, és akár a teljes fajnak az eltűnése is bekövetkezett az adott élőhelyről. Magyarország európai szinten is az egyik leggazdagabb hüllő és kétéltű élőhely. Ezért kiemelten fontos, fokozott figyelemre és óvintézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy ez a helyzet ne változzon.